Sziasztok, üdvözlök mindenkit innen Gödöllőről. Ha már úgyis eljárok, akkor bemutatom nektek így nagy vonalakba ezt az állomást is. Tartsatok velem egy pillanat. Itt látszik, itt a régi rakodónál most éppen depó van. Készülnek már az átépítésre. Nagyban. Hát itt felhalmoztak egy pár bazaltkövet az ágyazathoz. És ott van a gyalogos felüljáró. Nemes végén ez a túloldalt a Szent Istvánban egy egyetem van, a kampusz. És itt általában itt a, tudom, hogy szívetve tartalma menő diákok használják leginkább ezt az átjárót. És itt az érdekes, hogy vizsgai időszakban sokszor, hogyha benne áll egy vonat, akkor inkább kerülnek, vagy nem mennek át rajta, mert a helyi babona, hogyha vizsga előtt vonat felett megy át valaki, akkor az van a szerencséthoz. És sokszor, hogyha felhúz addig a vonat, és ott áll bent, akkor is megvárják, inkább még kiáll a vonat az állomásra, és csak utána mennek át. Ez pedig maga a felvételi épület, ilyen forgalmi iroda ott van. Mellette a váróterem, a WC, most már ténylegesen van váróterem. Nagyon sokáig ott egy konténer volt mellette, és ott volt egy pénztár is, meg a váró is. És egyébként ott még 2009-ben is, amikor még én itt ugye sűrűn jártam ide, mert volt, amikor itt dolgoztam a szíjén, akkor még megvolt a neonbetűs felirat, és még működött is. 2009-ben még megvolt, de aztán utána az ő betű az kiégett benne a követ, és nem világított, aztán sokáig még úgy használták, hogy az ő betű az utolsó nem ment, aztán most hát látjátok, már leszerelték, és feltették ezt a szabványos kékjelzést a neon feliratok nélkül. Akkor mutatom, ez pedig itt a királyi váróterem, most már fel van újítva, ez nem mindig volt ám ez így, ez 2010-ben kezdték el felújítani, és aztán 2011-ig lett készen. Na most itt előtte ez egy sima olyan lapos tetejű épület volt, és itt működött a jegypénztár is sokáig, ebben volt a jegypénztár, meg itt két kocsma volt itt az oldalába. De aztán szerencsére egy eredeti állapotába helyreállították, és most mondja, így néz ki, és még belülről is valami múzeum van berendezve. Már mindjárt megnézem, hogy itt annyit van, de amíg bemenni szerintem nem fogok, mert elég sokba kerül. És ott pedig ez volt a régi rakodó, meg az áruraktár, az itt még megvan, meg az oldalrakodó is. Hát az a Foxos csomagátvevő automata az régebben nem volt, az nem tudom, mikor rakták oda. De az nem az állomás része. Közben a királyi váró az most zárva van. Igen, bemenni nem tudok. De egyébként nagyon szépen felújították, hát még ahhoz képest, hogy előtte kinézett, totálikba tud. Nem tudunk belesni. És hát nézzétek, meg így néz ki az utcafrontról. A királyi váró. Akkor mondjál, megnézzük, hogy... Ja, hogy... Vannak jazzestek a királyi váróban. Ez például jelen van lesz, hanem majd jövő héten. És akkor a királyváró másik szemszögből is. Ez pedig maga az állomás épület utcafrontja. Hát kinézetre egy ronda kocka, de hát most hát Gödöllőnek ez jutott. És akkor itt vagyunk szintén az állomás épület előtt. Itt van a hívnek a végállomása. Egyébként most ment el nemrég. Ez már a Gödöllői hívnek a vágánya, itt van vége. És szerintem most már mind a kettőt használják, volt amikor csak egy vágány volt eddig járható. Palota kellett, szerintem azóta megcsinálták. És itt volt régen a hídláptanszék, az olyan, ez egy nemzetes kosba volt, de ma az is megszűnt. Mióta utoljára itt jártam. És akkor még arra fel elnézek, szerintem még úgyis sok idő van a következő hívig. De amikor jól emlékszem, akkor még szerintem itt, ahol most mutatom, itt még volt egy szolgálati lakás is régebben. Még, aha, és ott igen, hogy ott a lakásnak volt egy külön ezért a feljárója is ott, és ott a kapunak a maradványa. Ezt nem tudom, mikor bonthatták le. És egyébként erre van itt a MÁV hév összekötővágány, és itt Gödöllőn van egy átkötés a hév vágányaira. Úgyhogy itt vonattal át lehet járni. Ez az a vágány, ez, amin át lehet menni. Ezt mindjárt meg is mutatom nektek. És van itt még egy érdekesség, hogyha ha még nem bontották el, azt is mondtam, ja nem, ott van, jó, igen. Akkor azt mondtam nektek, hogy ez az a vágány, igen, nézzétek csak meg, hogy és itt ezen a vágányon keresztül lehet átjönni a nagyvasúti vonalról a hévre.
arrafele pedig már Mária besnyő van. Egyébként egy ilyen nagyobb ív is itt van, itt egy hosszabb tehervonat az egészen idáig ki is szokott érni. De itt persze egy majdnem 180 fokos fordulat, és úgy megy Mária besnyő fele. Ez egyébként a nyomvonal korrekció eredménye, mert régebben itt ilyen gírdagulbás a körhugyozás vonalvezetéssel ment Mária besnyő fele, és de azt már valamikor, nagyon régen, szerintem még a 40-es években volt egy nyomvonal korrekció, amikor hát gyakorlatilag több kilométeren megrövidítették a vonalat így. És hát nyilván, és akkor így nem ilyen gírdagulban, nem egyenes vonal volt. És akkor ezt nézzük, hogy itt volt egykor az összekötés, vagy itt az összekötővágány. Most úgy látom, mind a két vágány fényes, tehát itt a hév az mind a kettőt tudja használni. Nem volt ez mindig így. És egyébként ez itt egy váltókezelő őrhely volt régen. Csak hogy ezt is megmutassam nektek. Hát le van már lakatolva, úgyhogy ide bemenni nem tudunk. De valószínűleg itt ezeket a váltókat régebben itt helyből kezelték. Bár azt például most nem kezelik, úgy látom. Semennyire sem, de... Ott is van egy vágány vörös négyzettel kizárva. Ez mondjuk érdekes, mert ez pedig már biztos, hogy a hévé. De amit még is szeretnék nektek mutatni, az ez a vágány itt, ami ugye egyik az itt becsatlakozik a hévvonalba, ez még rendben is lenne. Viszont itt van ez a másik. És ez is még használatban van. Még az is látszik, hogy ott még betonaljasan még át is lett építve, tehát ezt még fel is újították. Na mindjárt megmutatom ezt is egy kicsit közelebbről. Tehát itt látjátok, hogy talfás, és akkor innestől kezdve át lett építve betonaljasra. Jó, itt egy másik kiágazó vágány, ez ugye látjátok, itt már ott a vörös négyzet is, meg hogy ez magánterület, sőt munkaterület, nem is magánterület. De itt régen egy tüzértelep volt, még ezt szolgálták ki sokáig, de tehát ez a vágány viszont, most már elárulom, hogy az egykori Gödöllő-Veres egyház vasútvonalának a része volt. És az egészen idáig meg is van. Ez pedig gyakorlatilag már az első villamosított vonalak egyikén volt annó. Olyan 1910 körül már villamosították. Csak itt az volt a probléma, hogy ez egész forgalmas vonal volt, villamosított is, és két fővonal kötött össze. Ez egy kihasznált vonal volt mindig ez a Gödöllő-Veres egyház. Csak 1945-ben a szovjetek errefele küldték a katonavonatokat, és az űrszervényen túllógó szállítmányok, azok beleakadtak, az oszlopokat kidöntötték, mert útba voltak. Tehát, és emiatt ugye véget ért, tehát villamosítás, így megszűnt, kidöntötték az oszlopokat, mert letérték a vezetéket, úgyhogy onnastól kezdve már a villamosít, tehát már csak dízel lehetett közlekedni. Nem is épült újra, csak a felső vezeték ezen a vonalon. Egyébként így járt a Gödöllő, vagy a Rákospalota Újpest Veres egyház vonal is, nagyon sokáig azon se volt a felső vezeték, amit ugyanez a sorsa volt neki, hogy túlméretes lakományokkal a szovjet hadsereg az tökretette villamosított vonalat, mert ugye nyilván az volt a gond, hogy űszer ilyen túllógó lakomány volt, és az oszlopok azok útban voltak, tehát egyszer fogták és kidöntötték az oszlopokat, mert ők dízelmozdonnyal mentek. Vagy gőzössel, hát ez most akkor, nem tudom, hogy akkoriban ezek voltak. És hát ott is azt hiszem csak a 90-es évek közepe, vége fele építették újra. Tehát szerintem alig 20 év, hát 20-22 évvel ezelőtt körülbelül akkor építették vissza a felső vezetéket. Még a 71-es vonal fölé is, hát ide meg soha. Viszont a 68-as közlekedési koncepciónak áldozatául esett, és felszámolták.
De mivel itt még volt lakodás, látszik ott is van, vannak még fadönkök, meg van a tüzértelep, mert minden volt itt. Egészen idáig kihúzó vágányként meghagyták. Tehát ez a vágány, ami most sétálok, ez a Gödöllő-Venes egyházvonal volt. Ez egész Adán keresztül ment, és még Gödöllő megvan egy állomásnak az épülete. Szadán is megvan a régi vasútállomás épülete, úgy tudom. Sőt, még a Vasút utca név is őrzi az emlékét, de gyakorlatilag ennyi. De terve van, hogy egyszer azt a vonat is végig sétálom, és akkor majd megnézzük, hogy milyen mit vannak. És jön a hét. Ja igen, és egyébként nem sokkal innen, tehát az ív után már következő gödöllői hív megálló, vagyis hát az állomás, Palotakert következik. Ugye a Palotakertnek régen az volt a jellegzetessége, hogy volt még a szolgálat és menesztés is. Bár a váltókat már nem kezelték akkor se. Igazából forgalmi is csak a vonatot menesztette, plusz volt itt régen egy kocsi szín, amit már nem használnak, sőt még árulták is akkoriban sokáig. Kim volt rajta az eladó tábla. Hát megnézzük, az még úgy tudom megvan. Azt hiszem, hogy talán Ambi is meg Kuhár Bence is csinálta a videót, úgyhogy annak még itt kell lennie. Ilyen gyorsan biztos nem tüntették el. Úgyhogy ha még ott van és lesz rá idő, akkor azt is megnézem. Akkor látjátok, itt van egy váltó. Itt létezik egy kitérő vágány, ez egyébként egy lakodó vágány volt valamikor. Itt ez még talán a tüzéphez tartozott. Igen, meg is nézzük, amennyire lehetséges. Úgyhogy relatívan ennyi. Ott bevezet a vágány arra a telepre. A másik ott ér véget az ütközőbaknál. Hát igen, ennyi. És ott a vége. Egyébként ez ment tovább, mondom, Veres egyház fele. És akkor szerintem nézzük meg a Palotakerti megállót is. Vagyis hát állomást, mert az azt hiszem még annak számít, nem tudom, hogy van-e még szolgálat egyáltalán. De ott van vágány kapcsolat, és akkor akkor én mondom, amikor még rendszeresen jártam itt a hévvel, akkor a váltókat már nem kezelték, hanem egy vágányon kiállt a végállomásig és visszajött, mert ugye mindig egyszerre csak egy hév volt ott, úgyhogy ez nem okozott problémát. És akkor itt vagyunk. Ez már a Palotakerti állomás, igen, hát a peron az egész sokáig elnyúlik, ezt látjátok. Úgyhogy nagyon régen volt, amikor én itt minden nap eljártam, és ott van az a kocsiszín, ami régen egy egyszerűen járműtárolásra, meg takarításra használták csak. És sokáig még az eladótábla is rajta volt, meg rá volt írva, hogy hány négyzetméteres, de gondolom, hogy nem kellett senkinek. Raktárnak vagy bárminek ugye jó lenne, de most nem kellett senkinek, ezért már nem is árulják. Azóta is egész szép vágányállapotok vannak itt, mert szépen énekelt ez a hév is.
És hát itt van maga a kocsiszín. És hát a volt kocsiszín. Egyébként talán van egy nagyon vezében éles ív a pályába, ahol a 10-es lassújjel van, és nagyon vinnyogott is a vonat. Hát itt nem tudom, hogy be lehet-e menni. Hát nem tudom, most belülről nem fogom megnézni ekkora gazba. Nem tudom, hogy lehetne bemászni, de maga a kocsi szín az itt van. Talán még látszik a szerelő akna is. Itt lehetett alulról is vizsgálni a járműveket. Jelenleg szerintem a másik oldalról be lehet menni, úgyhogy majd ezt megnézem. Nem tudom, hogy mert már mondom, voltak itt már bent, csak nem tudom, hogy jutottak be. Körbe kéne itt az egészet járni, valahol csak be lehet menni. Na, így is van. Akkor itt most lemászunk, és szétnézünk ide bent. Igen, ez ilyen nagy javítás, vagy hát ilyen nagyobb munkákat soha nem itt csinálták, hanem a cinkotai műhelyben. Ez a kocsiszín, ez inkább csak tárolásra volt, mert mondom, meg takarításra maximum, hogy ide. Meg nyilván kisebb szerelő munkákat azért el tudtak itt végezni. Hát játszik, hát egyszerre három vonatot azért be tudtak ideállítani. Ott meg vannak a kampók is, ami felső vezetéket tartotta. Jön a következő vonat. Ilyen szép, ugye? Szépen énekel az íbe, ide lehet hallani. Szerintem majd fogjátok a felvételen is. Ott megy a következő. Valószínűleg azzal már haza is fogok menni. Hát az ennyi, úgyhogy lőttem itt egy pár képet, de megmondom, bemutatom nektek videón, hogy igazából túlságosan más látnivaló nincsen, ha csak nem itt a graffitik. Meg ott már kinőtt egy fa is itt ebbe a régi aknába. És akkor itt van maga a felvételépület. Szerintem akkor itt veszünk egyet is. Na, ki van írva, hogy egyváltás a vonaton. Szóval... Ja, és itt van a kilométer táblázat is. Tudjátok, hogy van kemény 700 méter Palotakert és a Gödöllői végállomás között. A megállók azok ugyanazok, mert mostanában nem utaztam még ezt a vonalat. De volt, amikor a Szíjén dolgoztam, és akkor én is minden nap ezzel jártam azért bedolgozni, meg visszahaza. És egyébként ott állítólag azt is hallottam, de szerintem ez már csak legenda, hogy azért van itt ilyen meredek ív, itt Palotakertnél, mert a eredeti terv az volt, hogy ment volna tovább így a Gödöllői híve egyenesen Aszódig tervezték kiépíteni, a legenda szerint. Csak elfogyott a pénz rá, és akkor így hirtelen akkor azt gondolták, hogy akkor egy meredek ível így behúzzák Gödöllőig az egyetemig. Meg nyilván a vasútállomás ima az volt ott, és az ilyen szükségmegoldás volt. Egyébként arról is volt szó, amikor ment itt a nagy átépítésnél, ott ötlet meg azt, hogy fejlesztjük fel a hévet, meg kössük össze a metróval, meg akár ez egy közvetlen Gödöllő déli pályaudval metróvonalak is járjanak. És hát nyilván nem metró, hanem az inkább ezért S-Bahn lett volna, vagy hát ilyen elővárosi vasút plusz, ami a metrológiában is tud közlekedni. Mindegy, hogy itt a Gödöllői végállomáson az volt olyan terv is, hogy a MÁV összekötőn keresztül vigyék be a híveket az első vágányra, a nagyvasúti állomásra, ugye oda a Királyi Váró, meg a Várótelen mellé, mert az első vágányt a nagyvasúton nem nagyon használják. Tehát gyakorlatilag oda nem fogadnak vonatot, nem is nagyon áll be oda a szerelvény, tehát azt oda lehetett volna adni úgymond a hévnek, hogy használja, menjen be oda, és akkor közelebb lenne a két vasút egymáshoz, tehát akár szintbeni átszállás, vagy hát akár közös pörös is, tehát még a második vágányra behoznak egy vonatot, akkor közös. Meg ott lenne a hév jobban szem előtt. Bár itt most azzal annyira nincsen probléma, mert tényleg közel van az állomáshoz, csak akkor így tehát hozzuk közelebb az utasokhoz. Hogy gyakorlatilag ott, ahogy leszáll a vonaltól, már látja a hív szerelvényt, és azonnal tud rá szállni. Tehát ilyen tervek is voltak.
Aztán most, hogy, hogy ebben mi fog megvalósulni most amikor Gödöllőn elkezdik az átépítést, mert nyilván ehhez az kéne, hogy a, ne villamosítják az első vágányt, és akkor utána már rá lehet bízni a hévre, hogy kihúzza oda a saját madzagját, és akkor bejárnak-e oda vagy sem, a már összekötőn keresztül. Meg hát voltak olyan vad koncepciók is, amikor most ugye a BZ-szerelvénnyel rohangáztak ezért kerepesig meg vissza, hogy akár majd hogyha egy teljes kizárásos vágányzár lesz, akkor például a BZ-vel a balassagyarmati úgymond Palóc Express-t is, a közvetlen vonatokat is le lehet hozni. Így az őrsvezérterig a Gödöllőn keresztül, sőt mondjuk akár a keletiben is, BZ-vel meg lehetne csinálni, hogy a keletiig is bemennek a hév összekötőn meg a királyvágányon keresztül, mert ez egy kicsit bonyolultabb lenne, de kőbánya felső irányváltással persze, de meg lehetne oldani. Kérdési van-e értelme? És most ezek csak ilyen mellékes dolgok. Mondom, hogy úgymond most ilyenekről is van időm beszélni, ameddig nem jön a hév. És egyébként szerintem a legutolsó, felmegyek egészen a peron végéig, mert a hatrészes hév jött megint, és nekem a legutolsó kocsi lenne a legoptimálisabb, mert az van a legközelebb ahhoz a megállóhelyhez, ahol le fogok szállni az úti célhoz. Úgyhogy szerintem ott lesz, hogy akkor felsétálok még a peronba, majdnem teljesen a végéig, az utolsó kocsiba föl tudjak szállni. Úgyhogy akkor szerintem akkor itt ennek a videónak vége is lehet lassan. Végül is bemutattam minden Gödöllő állomást, a hévet is. Elsétáltam Palotakertig, a Veresegyházi vonalnak a maradékát is. Igazából itt nagyon más nézivaló nincsen. Majd ha az átépítés lezajlik, vagy elkezdődik, vagy folyamatban lesz, majd akkor érdemes lesz visszajönni, és megint csak szétnézni, hogy mi a helyzet errefele. És előbb-utóbb fog jönni mindjárt a vonat vissza a végállomástól. Akkor arra felszállok, aztán irányhaza. Úgyhogy köszönöm, hogy ezt a videót is megnéztétek. Hát tudjátok, lehet lájkolni, lehet diszlájkolni. Attól függ, hogy tetszette vagy sem. Ott megy egy ÖBB Taurusos tehervonat. Cementszállító vagonok. Csak ti azt most nem látjátok. Szerintem így se látjátok jobban, de mindegy. Szóval van. Másik oldalt meg egy sárga volán busz jön. Egy Volvo. De azt se látjátok. Meg most már kár is lenne odafordítani a kamerát, mert úgy se láttam, nem már belőle semmi. Nem baj, ez egy ilyen jó kis ilyen elpofázós videó lesz. Most már így beszélek mindenről, csak a témáról nem, mert arról már mindent elmondtam, úgyhogy most jönnek a következő dolgok. Hát közben elsétáltunk a peron végéig. És jön a hév, úgyhogy ez ennyi lett volna. Köszönöm, hogy megnéztétek. Mindent tudtok. Sziasztok!